továbbra is az általános pásztorkutás kérdéseknél tartunk. Egyszer már bemutatkoztam, de nekem egészen más a hátterem. Én vízilabdaedző voltam sokáig, és Amerikában úgy szelektálják a sportolókat, hogy megnézik, mit tudom én, 6 évesen a gyereket, megmérik a súlyát, megmérik a magasságát, megmérik a csontjaikat, és utána megmondják neki, hogy fiam, te, mit tudom én, birkózó leszel, te vízilabdás, te meg tornász. És hogy ez a pásztorkutyáknál gondolom ugyanígy szűrhető. Hogy lehetne a pásztorkutyáknak csinálni ilyen orvosi vizsgálatokat, hogy ne kell megvárni, amíg kifejlődik? Erre igen, gondol? Igen. És hogy ezeket lehet-e mérni kölyökkorúban a kutyáknál? Vagy hogyan tapasztalom meg, hogyha elmegyek egy tenyésztőhöz, és azt mondja, hogy na, Krisztián, neked ez a kutya ideális lesz, viszont hallásra. Hogy ezeket hogyan lehet lemérni? Hát én, mint laikus megyek el egy tenyésztőhöz. Hát hogy kezdjem a végén az embernél? A tenyésztőt úgy kell lemérni, hogy mennyire ad garanciát a kutyáira. Tehát egy jó tenyésztő azt mondja, hogy garanciát vállal arra. És hogyha nem felel meg, akkor cseréli. Tehát a tenyésztőt így lehet lemérni. A másik oldal, hogy ezeket nem tudom. Tudom, hogy vannak a sportban ilyen vizsgálatok gyerekeknél. Ugye a sport az óriási biznisz, és óriási apparátus van, orvosi apparátus is van képülve köré, de kutyáknál erről nem tudok, hogy ilyen jellegű vizsgálatok lennének. Valószínűleg jól lehetne használni, csak úgy gondolom nem éri meg. De a gyakorlat most az, hogy azt már utaltam erre korábban, vannak olyan tulajdonságok, amit már kölyökkorban is lehet látni egy kutyán, de vannak olyanok, amiket nem. És most mondok egyszerű példát, van 2 egyforma méretű kutyám kölyökként, egyforma csontozattal, ami úgy azt látom, hogy mennyire vastag a csontozata, magának a csontoknak a szilárdságát nem látom, de a vastag, a tömegét igen. És végül a 2 egyforma kutya, ami 6 hetesen 2 egyforma kutya, amire 2 évesek lesznek, az egyik határozottan nagyobb lesz, mint a másik. De ezt én 6 hetesen vagy akár 4 hónaposan is képtelenség megállapítani. Tehát ezeket nem lehet látni. De ha egy kutya, kiskutya nagyon dog agresszív, akkor az szinte biztos az is marad. Vagy az okosságot is azt látom, hogy nagyon jól meg lehet kiskutyába, ha akinek van, nekem nagyon későn tanultam rá arra, hogy lehet egy pásztorkutyánál látni az okosságot, mert a pásztorkutyának az okossága, az intelligencia egészen más, mint a munkakutyáknak, mint a városi sportkutyáknak. Teljesen másképp működik, ezért régebb hallottam olyan kiképzőket, munkakutyásokat, lesajnálták a pásztorkutyát, hogy hát ezek hülyék, hát ezeken nincs mit kínlódni. Na aki, és nekem is nagyon sok időbe telt, már rég pásztorkutyáztam, amikor elkezdtem elkapni a szálat, hogy lebontsam ezt a pulóvert, hogy mit kell figyelni, hol derül ki, hogy mégiscsak okos az a pásztorkutya, nem úgy, mint a munkakutya, nem úgy, mint a sportkutya. Tehát az intelligenciát, ha már van szemed rá, akkor jól tudod prognosztizálni, hogy mennyire lesz intelligens, legalábbis a falkán belül, de vannak olyan tulajdonságok, mondom például a mérete, meg mit tudom most itt, hogy fog dolgozni például vadra, farkasra, vagy medvére, ilyen komplexen, vagy mennyire tud majd fedezni, vagy hogy fog kölyköt nevelni egy szuka, ami baromi fontos, ezekre fogalmad nincs, amikor egy kölyköt kell értékelni. Tehát mondom, vannak olyanok, amiket lehet látni, van egy csomó, ami nem, és ez már elég ahhoz, hogy még egy tenyésztő is szinte sokszor túlzasztó, hogy nyújj be, húnyd be a szemed, vedd ki az egyiket, és ha szerencséd lesz, akkor jó vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Főleg, hogy a pásztorkutyánál, hogy nagyon komplex. A küllemkutyánál sokkal egyszerűbb. Tehát, ha küllemre mész csak, akkor a kiskutyákból látod, hogy egy kicsit vékony a fangja, vékony a csontja hozzá, szinte kizárt, hogy annak aztán egy fangos. Azt már kiskorában elég jól lehet látni. De amikor egy ilyen komplex, főleg a etológiailag komplex kutyáról van szó, akkor annyi van, amit nem tudsz belőni, vagy például mennyire fog korán érni. Tehát már az is baj nálunk, ha ezt még mondjam el, hogy túl korán érik a kutya. Már ez önmagában probléma tud lenni. Túl korán érik be. 1 évesen ő már elkezd az apjával, is van ilyen esetünk, 1 évesen az apját elkezdi kóstolgatni. Ez nem jó. A városok imádják ezt, 1 éves kiviszi az utcára, már áll föl. Imádják a városok. De az izén a legtöbb város, igen, a keleti pásztorkutyások, hidd el, hogy igen. De nálunk ez nem jó. Tehát nálunk, amikor 1 éves kutya elkezdi az apját a falkába kóstolgatni, az szinte biztos, hogy el fog pusztulni. Köszönöm szépen. Kérdezhetek? Még elnézést. Nem kell mikrofon, csak hogy ilyen intelligenciára utaló jeleket esetleg tudná velünk megosztani, vagy tudná igen, megosztani. Igen, nagyon szívesen. Igen, nagyon szívesen. Igen. Hogyan tudom fel?
felfedeznek, utána, hogy hoppá, ennek ott van a szintra. Igen, igen. Nincs erre még kidolgozott módszertanú, mert rengeteg egyszerűen négy könyvet írok erről a dologról, és egyszerűen csomó minden még nincs kidolgozva, de vannak gyakorlati tapasztalat. Nem az egyik, amit nagyon szeretek figyelni a kiskutyákba, hogy mennyire használja az órát. Tehát van egy nagyon érdekes eset, ugye gyakran van az, hogy a szukák elfekszenek a kölyöktől, mit tudom, 3-4-5 naposak, elfekszik a kölyöktől, mert nem akar, hogy állandóan szopják, állandóan szívják. Amióta volt egy kutyám, annak a leszármazottainál szinte minden alomba, de nem mindegyikbe, de majdnem minden alomba jelentkezik egy olyan kiskutya, amelyik már 3-4-5 naposan kiszagolja az anyját, hogy ott van valahol a környezetében, és elindul, és megkeresi, és egyedül aztán elkezdi önellátó módon etetni magát, míg a többiek ott várják nyüzsögve éhesen, hogy érkezzen az anyjuk, és ez el tud indulni. És azt a tapasztalatom, hogy amely kutya így az órát már használja, nem csak, hogy az óra jó, hanem már kombinál. Tehát valamit ő elgondol, hogy ha itt, akkor itt kell legyen, és akkor megyek és megkeresem. Tehát általában bátrak, általában okosak, és jó az óruk. Ebből az egy dologból ezt látom. Vagy egy másik dolog, most mondok egy negatív példát, most is van egy olyan kiskutya nálam, hogy azt veszem észre, van 5-6-7-10 kiskutya, és azt veszem észre, hogy mindig ugyanaz kerül bajba. Ugyanaz üti el a nagy, ugyanarra csukom rá az ajtót, tehát, hogy nincs jó helyen, sosincs jó helyen, tehát valahogy ő mindig nincs jó helyen, és akkor tudom, hogy hát igen, ez valószínűleg nem való falkába, kicsit buta ahhoz, hogy nem tud figyelni. Tehát nem, ő elindul valami után, és nem tudja már arra is figyelni, hoppá, itt jön a hátul az apám, és lépjek el tőle, mert annyira figyel az apám arra, hogy nem lát engem, és el fog ütni. És van az a kiskutya, hogy soha nem kerül bajba, mert mindig tud figyelni. És az ilyen, amelyiket mindig észreveszem, hogy baj van, az tudom, hogy na ez viszont akár jó lehet családhoz is, még így, mert valószínűleg nem kell nagyon bonyolult dolgokat megoldjon, mert nem lesz falkába, nem kell kidolgozni különböző stratégiákat farkasra, kutyára, medvére. Tehát a családban még teljesen jó, és azt vettem észre, hogy legtöbb családban még jó is, ha nem túl okos a kutya, mert a nagyon okos kutyák hajlamosak arra, hogy túljárjanak a gazdái keszén. És ezzel kell küzdködni. Nekem is van ilyen problémám, hogy a túl okos kutyával többet kell küzdködnöm általában, mint az átlagossal, mert megpróbál átcseszni. És ezt tolerálom neki, mert azt mondom, oké, másik oda ott van az intelligencia, de plusz gondot tud okozni. Tovább két dolog. Tartunk. Okay. Köszönöm, szeretettel üdvözlök mindenkit, Györgyi Máté vagyok. Jó, köszönöm. Még általános kérdés, hogy megpróbálom jól megfogalmazni a neveléssel, tanítással kapcsolatos, hogy az átlag laikus ember, aki csak úgy van egy kutyája, olyan, főleg a városi, olyan nyomás alá van téve, hogy a kutyát nevelni kell nagyon erősen. És hát én is laikus vagyok, nekem csak úgy van véletlenül egy ilyen kis puliszegű kevegékem. És én meg valahogy azt vallom, hogy így ez jött belőlem, hogy én nem neveltem sehogy. Nem is tanítottam, nem is neveltem, és mégis a kutya mindent tud. És mindent érez, hogy mit akarok tőle, és mindenben együtt tudunk működni, semmi baj soha nem volt vele. És hogy mondjuk oda, azt nem tudom, hogy a tenyésztők hogy csinálják, de hogy odakint a hegyekbe, a pásztoroknál, ahol vannak ezek a kutyák, hogy mondjuk a pásztoroknak mi erről a filozófiája, vagy ők hogyan viszonyulnak a neveléshez, vagy egyáltalán erről a kérdéskörről szeretnék. Köszönöm. Hát ez is egy nagyon jó kérdés, és nagyon bonyolult lenne rá a válasz, hogyha teljesen ki akarnám meríteni, csak vázlatosan erről is, hogy itt van egy olyan tényező, amit úgy mondok én, hogy a kooperációs készsége egy kutyának. Na most a pásztorkutyáknak is van egyben egy skálája, meg általában a kutyáknak is. A pásztorkutyánál mi szeretjük, és nagyon jól be tudnak válni azok is, amik kevésbé kooperatívak. Mert ugye önállóan kell sokszor működjön. De elférnek még a kooperatívabbak is. Tehát a pásztorkutya mindig mondom azt, hogy nem kell egy kaptafára készüljön minden kutya. Nagyon jó, ha egy diverzitás, egy variabilitás jelenik meg bennük minden vonalon, és ebben is. A kooperatív készségben is, meg a kevésbé kooperatívságban. Most nem megyek bele, hogy ezt hogy lehet konkrétan alkalmazni egy falkánál, csak mondom, hogy a nagyon kooperatív kutyával általában könnyű együtt élni, még a laikusnak is, mert amit te mondasz, hogy figyel rád, a kedvedbe akar járni, odafigyel, mit csinálsz, empátiával viseltek irántad, és tulajdonképpen a főleg
a megint másik tényező, mennyit vagy a kutyával. Tehát, hogyha valaki sokat van kutyával, és főleg oda is figyel rá, meg a kutya is, akkor a kutya sokkal jobban összedolgozódik az emberrel, sokkal jobban kötődik hozzá. Ugyanaz a, ha veszünk két kutyát, aminek az egyiknek ugyanaz a kooperációs igénye, mint a másiknak, vagy a kooperációs készsége, de az egyiket csak keveset van az gazdájában, mert megvan valahol kötve, vagy benn van egy kenelbe, és a héten egyszer kivesz, hogy elvigye kiállításra, nyilván az nem fog annyira kooperálni vele, mint aki állandóan a kutyával van. Pedig alapvetően, tegyük föl születetten, ugyanaz a kooperációs szintjük van. De az élet, ahogy él, az életformája, az egyikből kihozza a maximumot, a másikból meg a minimum jön csak. Tehát, hogy nagyon függettől, de van ez a genetikai alap is, hogy a kooperációs készség plusz milyen nevelést kap. Gyorsan a pásztorokra mondva, a pásztorok is nagyon változatosak, vannak, akik csak eszköznek kezelik a kutyát, nem kötődnek érzelmileg a kutyához, és azok nem sokat mozognak a kutyával. Mégis, hogy folyamatosan együtt vannak, megtanul jól bánni vele, a kutyák megismerik jól őt, és hogyha nem cserélődik, és ez is sajnos egy probléma, állandóan cserélődnek az emberek, akik járnak a jókkal, akkor elég jól kialakul egy együttműködés. De van az a pásztor, aki szereti is a kutyáját, nagyon ritka, most a kuvaszosok mutattak egy ilyen embert, aki nagyon szereti a kutyákat, állandóan együtt van velük, és egy olyan kuvasz falkája van, amit hát így irányít, mint más egy kutyát a sportpályán. Tehát meg tudja mutatni, merre irányba induljanak el futni, és tudják, hogy abba kell, mert ugye vadak vannak, vadas helyzetben van, és megtanulták, hogy ha szól nekik, és int abba az irányba, ott valószínűleg lesz vad. És ezt tudja produkálni akár kamera előtt is adott esetben, vad nélkül is, mert a kutyák ugye a kiképzés, az ők tanítások során ezt megtanulták. Általában, ha mutat valamire, ott vad lesz. Tehát olyan elképesztő együttműködés van, olyan elképesztő csapatszellem van a pásztorral együtt, amit az ember, most mutattak egy pár perces videót, és csak így néztem, hogy milyen szinten, tehát ez az abszolút csúcs, az abszolút nekem, ilyen nem is volt sajnos a pályafutáson, hogy valaki ennyire kutyás legyen pásztorként. Most volt alkalma a hétvégén ezt látni, de általában az van, hogy ha szereti is, azért annyira nem foglalkozik velük, vagy van, hogy egyáltalán teljesen eszközként kezeli. És úgy teljesen más az eredmény. Tehát teljesen más az eredmény, hogy van egy falkád, állandóan velük vagy, szereted őket, ők figyelnek rád, és valami döbbenetes látni, hogy milyen szinten. Tehát egyszerűen zsigerből érzed, hogy itt mintha egy ilyen csapat, egy jó vízilabda csapat, amikor teljesen össze van dolgozó, egymást értik jelekből, nem kell utasítgatni meg. Tehát elképesztő potenciál van benne, de a gyakorlatban általában ez való félúton van, hogy működik a dolog így meg úgy, de is lehet nagyon rossz is egy kutyánál, ami be van téve egy kenelbe, nagyon kevés, a kevéssé kooperatív, nincs is meg úgy az a nevelés, és akkor nem lehet, kiviszed, elengeded, utána kell fussál, mert egyszerűen nem jön oda hozzád. Én tehát a kuvaszos részt sokáig hallgatnám, de sajnos lehet az idő. Következő kérdés. Köszönöm, sziasztok, Csányi Imre vagyok. Korábban már elhangzott, hogy esetleg standardet írunk, és gyakorlatilag ez most úgy néz ki, mintha egy új fajta születését néznénk. Nem is ez a lényeg. Ugye elhangzott a videóidban is, hogy a legjobb falkák azok heterogének. És maga az állomány is akkor fenntartható, akkor tudunk igazán válogatni, ha heterogén. Ezt bele tudjuk-e írni egy standardbe? Ez lehetséges-e egyáltalán tenyészteni? Ez nagyon jó. Vagy egyáltalán egy pásztor elvárhatjuk-e tőle, hogy vigyen egy kutyát egy falkába egyik tenyésztőtől, mert az mondjuk erős és küzdőképes, a másik az inkább figyelmes és őrzőbb alkatú. Tehát, hogy lehetséges-e, reális-e ez? Nem tudom. Azokat a kérdéseket szerintem, hogy nem tudom a választ. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet lenne, hogy vannak ezek a kőkemény, a homogén állományra törekvő standardek, amiket én rossznak tartok. Nem csak azért, mert homogének és homogénitásra törnek, hanem anatómia részleteiben, szőrbe, ilyenbe. És nagyon érdekes kísérlet lenne, baromira élvezném, hogy leüljünk a fajta tenyésztőinek a szerelmeseivel és a fajta értőivel, és megpróbáljuk átdolgozni úgy, hogy adjon egy lehetőséget nagyon komoly határokon belül, mert mindig mondom a heterogénitás mellett, hogy nagyon kemény paramétereken belül, tehát nem lehet bármi. Azon belül úgy kidolgozzunk ezt standardet, hogy engedje
ezt a variabilitást. Ne merevítse be. Nem tudom, de remélem, hogy lehetne csinálni, nagyon élveznék egy ilyen kísérletet, de erre egyelőre nem kértem föl. És hogyha nem kapok rá fölkérést, annyi ezer dolgom van, hogy akkor én ezt így önmagam szorgalmával nem kezdek el ezen dolgozni. És akár fizikálisan lehetne ezt megjátszani, akár pszichésen az etológiai elvárásokkal is meg lehetne ezt így játszani, pont úgy, hogy nem azt írjuk be, hogy élete árán is őriz, hanem megadjuk azt, hogy amelyik mondjuk annyira megijed a bundától, hogy ürit, akkor azt azért kizárjuk, mert ilyen is van, és az a csúcs, amelyik megfogja, de a kettő között nincs kizárás. Szó se lehet kizárásról, és akkor ezzel már megadtunk egy nagyfokú rugalmasságot a standardnek. Mint hogy azt mondjuk, hogy úgy kell őrizni, hogy élet árán is, mert ezzel lemerevítjük. És ezt így menni végig minden a fizikumon is, és a pszichésen is. Nagyon élveznék egy ilyen kísérletet. De egyelőre nincs erre igény. Nincs erre igény. Köszönjük. Tiszteltem, sziasztok. Fekete Ágos vagyok Budapestről. Olyasmi kérdésem lenne, amilyen általános, hogy megfigyelhető-e ilyen környezetben is, ami teljesen várostól messze, például ételallergia, környezeti allergia, amit ugye nagyon sok városi dolog kijöhet, akár az étkeztetésükben is, illetve van-e megfigyelés hasonló szempontból, vagy volt-e, hogy teszem azt más étrenden lévő kutya máshogy fejlődik, nem külsőleg, vagy fizikális, hanem esetleg habitusában, illetve hogy mi az, amit ajánl, mint etetési forma, mi az, ami a legjobban látszólag bevált így minden szempontból. Körülbelül így ez a hármas. Hát, hogy az étrend hatással lenne a habitusra, erről nem tudok. Erről nem tudok semmit. Soha nem gondoltuk. Nem is gondoltam eddig erre, hogy ez lehet, de lehet, hogy igen, de nem is gondoltunk erre, hogy más a habitusra, hogyha másképp eszik. Azt el tudom kézni, egy jól táplált kutya, nem is el tudom kézni, így is van. Egy jól táplált kutyának magasabb az energiaszintje, és ezzel jöhet jó rossz dolgok is, hogy agresszívabb. Hogyha meg le van romolva az állapota, rosszul van lehetve, akkor nyilván nem fog olyan agresszív lenni, mert hát nincs miből, mert ugye az agresszióhoz energia kell. Tehát így el tudom képzelni, de az, hogy okosabb lesz tőle, vagy jobb lesz az óra, vagy jobban érzi a szagokat, vagy kooperatívabbá válna mondjuk a húsetetéstől, mint a tápetetéstől, ezt el tudom képzelni, de ki tudja akár. Ez az egyik. A másik, ha jól értettem az utolsó kérdés, hogy mit ajánlanik én etetésre. Én azt vettem észre a keleti pásztorkutyáknál, amikor ezelőtt 2006-ban, vagy nem, 97-ben vettem az első közép-ázsiai juhászomat, és azt vettem nála észre, hogy addig én a német juhászokat táppal etettem, kifejezetten a Bosch táppal, amit a németek fejlesztettek ki szinte a német juhászra, és hát a fajta is egy hosszú évtizedek óta már azon, vagy egy jó ideje azon fejlődött a tápon, tehát az a szelekciós nyomás volt, hogy jól hasznosítsa a tápot, jól tudja a tápot emészteni. Azt vettem észre a pásztorkutyámnál, hogy egy idő után a táp tulajdonképpen most egy nagyon vulgárisan mondom, tönkretette az emésztőrendszerét. Tehát egy nagyon jó evő, nagyon étvágyú, nagyon jó hasznosító kutya, azt vettem észre, hogy megunja a tápot, azt a Bosch tápot, akkor váltottam, akkor azt megint kezdte jobban lenni, akkor azt is megmondtad, azt már hamarabb, akkor egy következő harmadik tápot még hamarabb, és végül akármilyen tápot adtam neki, már csak úgy szelegetett belőle. És soha nem lett többet jó evő kutya, és bajba voltam, mert egy szuka volt, és probléma volt a kölyök nevelés vele, úgyhogy aztán le is álltam. És utána még egyszer-kétszer ezt tapasztaltam, de már hamarabb reagáltam rá. Tehát amikor már láttam megunni az egyik tápot, akkor már lejöttem a tápról, és azóta nem etetek táppal, csak akkor, ha eljövök így itthonról, és akkor aki eteti a kutyáimat, annak könnyebbség, ha csak tápot kell adjon, de ha én otthon vagyok, és nincs valami extrém eset, akkor nem adok tápot, mert az elképzelésem, nem tudom, ez az én tapasztalatom, nem biztos, hogy ez tudományos, hogy a keleti pásztorkutyáknál nem tápon lettek kitenyésztve, ezért a táp valamilyen szinten olyan igénybe vesz igénybe az emésztő rendszerüket, amiktől az leépül. Így tudnám megfogalmazni. És amióta nem adok tápot, ezt nem tapasztalom ezt a jelenséget, hogy ráun, hogy nem eszik, hogy elromlik az étvágya, és rossz szevő lesz. Tehát van ilyen kutya alapból, hogy rosszul eszik, hanem válogatós, de általában stabil az étvágya, a válogatósága, az emésztés, a hasznosítás általában stabil így, hogy nem adhatok tápot, vagy csak néha adok, vagy csak kevés tápot adok. Általában én rizset főzök, illetve búzadarát nekik, és csirkefarhátat aprítok föl apró kis darabkákra, így fejszével, baltával, és akkor azt összekeverem, mert amelyik meg ilyen válogatósabb, akkor az meg kiszedi a húst, és akkor a gabonát nem eszi meg. Így összekeverem, és akkor ez az nálam az alapmenü már több mint 10 éve, és ezt úgy látom, hogy elég jó beválik.
De el tudok képzelni alternatív etetési módot is, én csak ezt használom, ebben ezt tudom ajánlani, hogy nekem bevált. És az első, a kérdésnek az elejére viszont nem nagyon emlékszek, ott még volt valami. Allergia. Az allergia, igen, igen. Hogy igen, tehát az a helyzet van nálunk, hogy ezeket megint nem tudjuk, pont azért, főleg a nyáj mellett dolgozó kutyáknál, hogy az allergiás kutya ugye nyilván diszfunkcionálissá válik, mert nem működnek. Én is gluténallergiás vagyok, és éreztem magamon, hogy épül le a szervezet egész drasztikus módon, hogyha sokáig ez rejtve marad, illetve feltáratlanul marad. És a kutyáknál ugyanezt történik szerintem, hogy elkezd a kutya leépülni, és egy ilyen helyzetben, ahol csúcson kell lenni a kutyának, hogy a falkába a ragadozókkal tudja tartani a szintet, meg az ellenállást, ha elkezd leépülni, akkor előbb-utóbb kiesik. Tehát, és a pásznak nem éri meg, hogy most kezded nyomozni, vajon milyen allergiája lehet, vagy vajon mi lehet vele. Tehát, hogy valószínűleg megjelenik ott is. De a másik probléma az, hogy nincs az a beltenyésztettség. Én úgy gondolom, hogy a beltenyésztettség hozza az alacsonyabb immunrendszert, az immunrendszert, de az is el tudom kézdeni, hogy a túlreagáló immunrendszert is, de ez megint csak feltelezés. Azt látom, hogy nálunk, mivel kevergetjük a kutyákat, illetve nem fajta azonos kutyák, hogy ez ritkábban, határozottan ritkábban jelenik meg. Határozottan nagyságrendekkel ritkábban jelennek meg ezek a problémák, és ez is pártolom ezt a dolgot, mert vicc, hogy mennyi pénzt elköltenek az emberek ezekre a dolgokra, miközben egy keverékkel ez nem fordul elő, vagy minimális rá az esély. Mert persze van biztos keverékben is, de sokkal kisebb rá az esély. Sziasztok, Kreni Utka vagyok. Nekem az lenne a kérdésem, hogy szerinted egyáltalán nem túl nagy az elvárás a mai igényeket is figyelembe véve? Tehát ugye te a klasszikus dolgozó pásztor kutyákat tenyészted, illetve azokkal dolgozol, meg azokról beszélsz leginkább. Viszont legyünk őszinték, ha a Krisztián elmegy a tenyésztőhöz, és azt mondja, hogy egy jó pásztor kutyát akar, biztos, hogy neki egy jó pásztor kutyára van szüksége? Tehát, hogy egyszerűen a mai igények, hát nézzünk körül. A 600 négyzetméteres kertekbe viszik a kutyákat, és én szerintem legalábbis itt Magyarországon ez a vásárló közönségnek a zöme. Tehát lényegesen kevesebb kutyát visznek dolgozni. Na most az igazán jó ösztönerős kutyákkal természetesen a laikus gazdának nehezebb a dolga. Tehát nem biztos, hogy az igazán jót akarja. Hogy nem jobb lenne ezeknek a fajtáknak is, illetve úgy általában a pásztorkutyáknak, ha így, mint a német juhásznál a munkavonal, sóvonal, kicsit így ketté válnának, vagy már ketté vált, szerinted ez a dolog? Nem tud, nem érdekes módon nem tud ketté válni, de szeretem ezt a kérdést, ez nagyon jó, csak nagyon, nagyon nehéz rövidre venni. Nietzsének van egy olyan aforizmája, valami olyasmiről beszél, hogy a hatalmat nem lehet szinten tartani. Csak emelni lehet, vagy csak csökkent. Tehát, hogy a stagnálás az egy illúzió. Tehát minden valami vagy növekszik, vagy süllyed, vagy visszafejlődik, vagy fejlődik. Na most ez nagyon távolnak tűnik, de szerintem ez egy jó alap a kérdés megválaszolására, ugyanis, hogyha föladjuk a pásztorkutya tenyésztést, mint túl sokat, ahogy fogalmazol, mint túl magasat, vagy túl maximalista tenyésztési elvet, akkor az történik, hogy a populáció, ami nem tudom, hogyha tudod, mit jelent a normál eloszlás harangörbéje, akkor, hogyha ezt az extremitást nem erőltetjük, nem toljuk, nincs meg ez a szelekciós nyomás ebben az irányban, akkor az egész elkezd menni a rossz irányba. Tehát, hogy fönn kell tartani az elit tenyésztést, az elit állományra a nyomást, mert még nekik is lesz elég gyengébb kölykük ahhoz, hogy még örülünk, ha szinten tudjuk, hogy nem tolódik el. Most igazából az a helyzet van, hogy a mai tenyésztési rendszer Európában bekerül egy populáció, tegyük föl egy ilyen hipotetikus helyet, hogy hirtelen bekerült csomó Ázsia, vagy egy csomó Kangal, az történik, hogy elkezdenek leromlani, mert nincs meg az a szelekciós nyomás, mint az eredeti környezetben. Tehát, hogyha nem tenyésztünk szuper pásztorkutyát, akkor a pásztorkutyáink egyre gyengébbek lesznek. Tehát kell csinálni ezt esetleg a laikus számára túlzó szelekciós nyomást azért, hogy neki majd legyen egy jó átlag kutyája, nagy valószínűséggel. Nem tudom, hogyha ez így elfogadható válaszként. És nem muszáj, nem muszáj megvenni egy domináns kant egy laikusnak, megvehet egy nagyon kooperatív szukát az alomból, és azzal a töredéke gond van,
esetben egy ilyen agresszió, meg önállóság esetében, mint egy domináns nagy kannal, ami 60 kilós, és egy olyan hölgyet, mint ön, ha nem figyelod, akkor elhúz, de egy szuka nem. Másképp kérdezem, szerinted mit lehet tenni ezen ellen a középszerűre tenyésztés ellen? Ezt, az elit tenyésztést. Mert így, csak így tudjuk szinten tartani. Tehát ha ezt elengedjük, én régebb német juhászoztam, és ott azt vettem észre, hogy ott például behozták azt az őrült marhaságot, hogy ne legyenek túl nagyok a kutyák, mert ugyanazon az ázsia tenyésztésben ne legyenek hosszak, mert akkor puha hátuk. A német juhászok kitalálták, ne legyenek túl nagyok, mert akkor elnehezednek. És nem jutott eszükbe az, hogy oké, persze, ha túl nagy, akkor könnyen elnehezedik, de van olyan nagy kutya, amelyik nem nehéz. Van olyan hosszú kutya, amelyik nem puha. Tehát, hogy a könnyebbik utat válasszák, és egy olyan extremitást vágnak le, ami persze egy extremitás, nehéz elérni, hogy a kutya hosszú legyen és feszes, nehéz elérni, hogy egy német juhász nagy legyen és mégis atletikus maradjon, de el lehet érni. És hogyha levágjuk azt az extremitást, azt mondták a német juhász tenyésztők, hogy oké, x centi fölött, akkor kidobáljuk őket. Mi történt? Az egész populáció elindult, egyre kisebbek lettek a kutyák. Tehát, hogyha hozzanyúlunk valamelyik, tegyük föl, ki van alakulva egy egyensúly állapot, ha valamelyik szélsőséget valamilyen döntés miatt levágunk, akkor az a görbe el fog mozdulni, és az átlag meg fog változni. És ezért kell szerintem igenis művelniük a fajta gondozó szervezeteknek, a pásztorkutyák irányába elhivatottságot érző embereknek a nagyon szigorú, nagyon kőkemény pásztorkutyatenyésztést, hogy az átlag ne kezdjen el sietni. Mert abban a pillanatban ezt abba adjuk, azonnal elkezd sietni. Tehát nem lehet szinten tartani. Csak akkor, hogyha ezt az oldalt állandóan nyomjuk, amit a farkasoknál is múltkor a interjúban is elmondtam, csak emlékeztetek rá, hogy a farkasok már mióta ki vannak pöpecül alakulva, és még mindig kapják a szelekciós nyomást, hogy legyenek meg azok a csúcsegyedek, amik majd szaporodnak, és amik szinten tartják az állományt, hogy az átlag még mindig nagy számban megfeleljen annak a követelményrendszernek, amit a természet támaszt feléjük. Tehát így tudom csak megmagyarázni, hogy ezért kell ez a kőkemény, tényleg extrém igényességű tenyésztés, pont azért, hogy a laikusok jó kutyát kapjanak valószínűség szerint nagy számban. És ezt meg lehet valósítani, az más, hogy ezt hol lehet elcsalni, hol lehet ezt parazitálni, illetve hol lehet ezt skorumpálni, mert millió lehetőség van rá, de elvileg ezt lehet jól csinálni, és ezt régebb jól is csinálták, csak most már sokkal könnyűbb korumpálni ezt az egészet, mint régen. Köszönjük. Ugye az előadás, vagy a találkozónak a neve szemtől szemben, Balta László, ezt, hogy azért a kérdések megfogalmazásnál is tartsuk egy picit szem előtt. Tehát legyünk bátrak, kérdezzünk, akár provokatív dolgokat is. Lacitól, mert ő ezért jött ide? Köszönöm, hogy jöttek. Én még kapcsolódnék az előző kérdéshez. Mi van akkor, hogyha az igények eltérnek? Tehát én például a kaukázusinál azt látom, hogy aki az udvarba vásárolja dísznek a kutyát, az szeretne egy ilyen, hát 90 centis, 90-100 kilós, hát inkább egy tibeti masztífra hajazó kutyát, ami a nyár mellett meghalna. Tehát ha annak ki kellene menni mondjuk bárhova a hegyek közé egy nyájjal, ahol nem kap rendszeresen x kiló élelmet, hát lehet, hogy ott vagy éhen halna, vagy azt a súlyt cipelni egész nap szívrohamba elpusztulna. Tehát én azt látom, hogy az igények azok most már így kezdenek ketté menni egy küllemtenyészetre, ami jól mutat az udvarba, meg egy használható vonalra. Igen, ez így van, de mi a kérdés? Hát az, hogy igazából ez hogy oldható meg? Tehát a kettő együtt nem igazán tud működni, most vagy használható kutyáim vannak, és akkor a kaukázus itt használhatóra tenyésztjük, de akkor nem kell az udvarba, mert ő nem ilyet akar. Vagy azt mondjuk, hogy elkezdődik egy küllemtenyésztés, és egy, hát úgy jár, mint az angol buldog, csak a másik irányba lesz egy teljesen használhatatlan kutyánk, de akárben jó. Igen, most már érteni vélem. Igen, ez egy nagyon nagy probléma. Ugye vannak azok a fajták, főleg a nyugati fajtáknál, ahol már rég elvált a küllemtenyésztés a teljesítménytenyésztéstől, és hát nagyjából le van kommunikálva ez a váltás, és akkor a laikus az ha olyat akar, akkor abból vesz, és ha nem, másikat akar, akkor abból vesz. Nálunk azért zavaros a helyzet, mert nagyjából senki nem vállalja be, hogy ő csak küllemes. Tehát hiába, hogy csak küllemes,
de igazából nem van. Egyetlen ázsia tenyésztőt ismertem, aki teljesen tisztán bevállalta, hogy a küllemes. Ő az egyetlen, akivel nem is veszekedtem emiatt, mert nem lehetett vele veszekedni, hiszen ő teljesen azt mondta, Laci, engem csak a küllem érdekel. Onnantól kezdve támadhatatlan volt. A többiekkel meg rendszeresen konfrontálottam, mert hát legyen szép is, meg legyen jó is, és akkor ez már elindult egy masszatolás. És ez egy valódi veszély, hogy a laikustól, főleg egy ilyen populációnál nem válnak szét külön tisztán évtizedek óta a vonalak, illetve a hasznosítási módok. A laikustól nem várhatjuk el, hogy ő tudja, hogy most egy küllemeshez ment, vagy egy munkakutyáshoz ment, mert a küllemes is azt fogja mondani, hát az enyémek azok baromi jók. Tehát azok mindent tudnak, csak hát ilyen szépek is ráadásul. És tehát, hogy ez a megint a morális oldala a kutyázásnak. Hogy érted? Általában nem néznek olyan jó ki, nem olyan tetszetősek a munkakutyák, de viszont úgy viselkednek, ami vonzó lehet. Igen. Tehát a kaukázusnál például az a nagy probléma, hogy vannak ezek a nagy mackó kutyák, de a munkakutyánál is már el kéne kettébe választani, mert már ott is baj van, ugyanis egyesek csak arra tenyésztenek, hogy milyen agresszív a kutya. Tehát van egy Magyarországon, meg Romániában is, van egy ilyen kereslet, egy bizonyos emberek imádják, hogy a kutya minél jobban örjöngjön a kenelbe, vagy minél jobban örjöngjön a láncon. Minél jobban örjöng, annál vonzóbb, vagy ha ráengedik a bundára, minél inkább lerántja az embert, minél hosszabban húzza a porba, annál jobb. Tehát, hogy van ez a típusú tenyésztői habitus a kaukázusinál, és ez egy, arra nem beszélek, hogy milyen borzasztó veszélyes, és milyen ketyegő időzített bomba van ebben, mert egyszer előbb-utóbb ennek valaki áldozatul fog esni, de azért is rossz, mert ezek pásztorkutyának sem jók. Tehát ő mondja azt, hogy ez egy munkakutya. És még úgy is néz ki, mert esetleg olyan szikár és jó mozgású kutya, de közben már pszichésen nem pásztorkutya, mert olyan hiperagresszív emberre, és ez egy nagyon erős választóvonal, csak a laikusok persze nem tudják, hogy jó pásztorkutyát kiviszed idegen területre, elengeded, nem pórázon, viszed el az ember mellett, és megtanítod, háromszor-négyszer oldalborogod először korábban, amikor kitámadt volna, és akkor már nem mer kitámadni, és akkor a közömbösségi próbán átmegy, hogy kint vagy, és nem szaglászik, hanem emberre vadászik. És ez egy nagyon veszélyes dolog, és én egyre jobban kezdem nyomni ezt a kaukázus irányába, mert ki van alakul egy ilyen kis klik, aki ezt tolja, és ez abszolút nem pásztorkutyás, ez a típusú hiperagresszió, és ők ügyesen fölépítik, hogy látszólag a közömbösségi teszten átmegy, az agresszió meg megvan, és akkor eladják, mint szuper munka pásztorkutya, de ezt a pásztornál ezeknek a kölykei nem tudnának beválni, mert annyira agresszívek, hogy elkezdnek emberre vadászni, és hogyha 2-3 indul meg, az egyenlő a katasztrófával. Tehát még egyet is nagyon nehéz lefogni, főleg egy olyan, nem kooperatív, és nincs összenőve veled, nemhogy egy falkát, tehát amikor egy falkár indul, vége van. Úgyhogy tényleg ez létezik, hogy van a küllemvonal, van a munkának az a típusa, amelyik csak az őrzés, csak az ember elleni teritoriális agressziót tolja, és olyan szinten, hogy már el is oldódik a teritoriális agressziója a teritoriumtól, és tulajdonképpen egy ilyen tomboló agresszióvá válik, ami átmegy aztán embervadászatba. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ér össze a vadász a zsákmány ösztön az agresszióval, nagyon érdekes itt tanulmányozni, és akkor van az elvileg az igazi jó kaukázus, amelynek a származási helyén voltak, és még valószínűleg mindig vannak, ami tényleg jó pásztorkutyának. De szerintem ez abszolút a kisebbség. Az a típusú kaukázus, amelyik nyáj mellett is beválik, az már szerintem nagyon a kisebbség. A többség azt nem tudom eldönteni, de hogy milyen arányba oszlik meg, hogy a küllemes kaukázusi, a nagy darab mackó, meg a hiperagresszív, tomboló őrkutya. És akkor laikus legyen a talpán, aki ebből ki tudja választani azt, ami esetleg még egy család mellett is működni képes. Úgyhogy ez egy nagy probléma, ezt le kéne tisztázni, és a tenyésztők ügyesen ravíroznak ezen, mert vannak a sejtetések, vannak ezek a fölépítések, ezek a képzések, és akkor a kutya látszólag működik, de aztán a kölykökkel meg ilyen szempontból gond van. Úgyhogy megint a morális oldal. Igen, úgy látszik, nagyon hajlik erre a dolog. Hogyha a hármas struktúránkat akarjuk tartani, akkor gyakorlatilag a kérdéseket lassan be kell fejezni, tehát vagy mindenki az összes bátorságát összeszedve föltesz valamilyen provokatív kérdés, vagy itt teszem föl. Bocsánat, hölgy lesz a kérdés. Sziasztok, Polnár Hildi vagyok, Esztergomba. Hát a provokatív kérdésem az lenne, hogy a honlapod első mondata miért úgy szól, ahogy.
amit ha elolvastam volna időben, akkor most nem lennék itt, hogy ha nő vagy, akkor kérlek fejezd be itt az olvasást, és ne foglalkozz ezzel a témával. Ez így erős, ez így sarkítás, ez így sarkítás. Értem a kérdést. Milyen módon határozza meg, de a kevésbé provokatív kérdés válaszál, hogy melyikre válaszolsz, hogy az a mondatod, hogy klasszis kutyát egy-két negatív tulajdonság miatt sohasem hagyunk ki a tenyésztésből. Igazándiból ez lett volna az eredeti kérdésem, csak hogy provokálni kell. Úgyhogy válasz, légy szíves, vagy ha belefér, akkor mind a kettő. Köszönöm szépen. Igen, kezdjük a kényelmesebb kérdéssel. Az a helyzet a tenyésztésben, szerintem a pásztorkutya tenyésztésben két, hirtelen így gondolkozom rajta, két nagyon-nagyon-nagyon nehéz probléma van. Az egyik az, hogy a pásztorkutya összetettsége önmagában, tehát hihetetlen összetett rendszer a pásztorkutya. Ez nem látszik, teljesen az ellenkező látszat van, az egyszerű kutya követi a nyájat, közben meg a legkomplexebb, legbonyolultabb kutya. Ez az egyik nehézség. A másik nehézség ebben az, hogy ezt a komplex összetettséget nem lehet csak úgy listázni simán. Tehát nem az van, hogy minden tulajdonság ér egy pontot, vagy öt pontot, vagy tíz pontot. Nem. Súlyozni kell. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz probléma, amikor el kell kezdeni súlyozni. És én ezt próbáltam, ez az, amit az előbb azt mondtam, hogy meg se próbáltam a standardre kitalálni valamiféle alternatívát a mostani standardekre, mert föl sem merült, hogy én ezt majd, hogy ezt valaki erre vevő lenne, én nem is tudom elképzelni, hogy valaki erre vevő lenne, de azt igen, azt próbáltam, hogy súlyozzak. És emlékszem, Opusztaszeren is, még Magyarországon laktam, elkezdtünk Opusztaszeren szervezni egy pásztorkutyás találkozót, ahol három bíróval bíróáltattunk kutyákat, és a különböző, egyrészt fizikálisan, másrészt bizonyos mentális dolgokat, bátorságpróbát csináltunk, meg közömbösségi próbát, és a három bíró pontozott, és akkor azt próbáltuk meg csinálni, és nagyon sajnálom, hogy a mostani, a Dömsödi nem csinálják ezt, hogy nem csak az történt, vagy legalábbis tudtommal nem csinálják ezt, hogy nem csak az történt, hogy a bírókat arra korlátoztuk, hogy 1-től 5-ig, vagy már nem tudom a számot, mert 10 évvel ezelőtt volt, pontozzanak minden tulajdonságot, de nem engedtük őket súlyozni, hanem mi találtuk ki a súlyozási rendszert. És elképesztő volt látni, hogy ha elkezdtünk játszani a súlyozással, és mondok mindjárt egy konkrét példát is rá, hogy mennyire meg tudta változtatni az eredményt, és milyen meglepő eredmény tudott kijönni. És mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy egyik több éven át ezt toltuk, és kezdtük finomítgatni, csak aztán hazamentem, és akkor a barátaim feladták a szervezését, hogy az egyik évben például nem pontoztuk vissza azt a kutyát, amelyik beleragadt a fogásba. Tehát ugyanazt a pontszámot kapta ő is, mint az, aki csak megfogta. Viszont mi tudtuk, hogy ez nem jó. Tehát mi úgy gondoljuk többen is, a pásztorkutyások, hogy nem jó az a kutya, amelyik beleragad a fogásba, tehát ami megfogja a kart, vagy megfogja a bundát, és nem ereszti, és rángatja. Ez nem jó pásztorkutyának ez a munkamódszer, ez a harci stratégia, ez nem válik be. És mivel nem pontoztuk vissza, kijött egy kutya győztesnek, amelyik beleragadt a fogásba. De a következő évben ezt már lepontoztuk, és akkor olyan kutya került előre, amire nem is gondoltuk, hogy előre fog kerülni. Mert a visszapontozás miatt ezek a beleragadó, látványosan dolgozó kutyák már nem tudtak olyan pontszámot elérni. És ez még csak egyetlen dolog. Tehát a súlyozás szerintem mai emberi aggyal azt gondolom, hogy nem lehet jól megcsinálni. Tehát lehet, hogy a mesterséges intelligencia be fog ebbe kapcsolódni, és akkor kisegít minket, nem tudom. Az biztos, hogy eszembe jutott el, hiszen 20-as éveimben tanultam egy kis közgazdaságtant, és ott volt egy olyan alapelv, hogy hajlamosak vagyunk alábecsülni a spontánul kialakult dolgok bonyolultságát. Ez így érthető ez a mondat? és pont ez van a pásztorkutyával, hogy ha azt hiszük, hogy spontánul van kialakulva, elfogadjuk, hogy komplex, bonyolult, persze, de hogy spontánul alakult ki, mi azt hiszük, hogy át tudjuk venni, és le tudjuk uralni ennek a tenyésztését tudatosan, észre. És amikor valaki elkezd játszani a súlyozással, akkor jön rá, hogy ez kevés vagy. Tehát ezt nem tudod. És nem lehet nem súlyozni, tehát muszáj súlyozni, mert az nem jó, hogy a körömér, a köröm színér, vagy a fülállásért ugyanannyi pontot kapjon, mint a bátorságért, vagy az intelligenciáért, vagy az orr minőségért. Tehát ez botrány, hogy ez ma így zajlik, vagy esetleg még többet kap érte, mert meg se nézik, hogy milyen az orr minősége, mert meg se nézik, hogy milyen a fogmérete, vagy hogy súlyosabb hiba az, hogy hiányzik egy P1-ese, mint hogyha csak ekkora az agyara. Tehát, hogy muszáj súlyozni, ez nem is kérdés, hogy muszáj súlyozni, de hogy ezt jól csináljuk, hát az egy végtelen kihívás. De viszont volt egy másik kérdés is. Ja, igen, nem úsztam.